Sziasztok, Póma Marcell vagyok, gyertek velem, nézzétek meg, hogy telik egy napom. Olyan negyed kilenc, fél kilenckor szoktam felkelni nagyjából. Akkor felkelek, fogatmosok, reggelizek, iszok egy kávét, tévét be szoktam kapcsolni általában YouTube-on, megnézem, mik voltak a meccsek, összefoglalókat meg szoktam nézni, úgyhogy ennyi igazából, annyi szokott lenni reggel. Volt egy tanárom, ő mondta, hogyha még amikor iskolába jártam, hogyha az asztalomon nincs rend, akkor a fejemben sincs rend. És akkor általában ilyenkor, hát nagy rendet azért nem, de azért például az ágyamat mindig megcsinálom meccs előtt, meg úgy a lakásban valami szét van szórva, akkor azt úgy helyre rakom, amennyire lehet. És akkor, hogy a fejembe is rend legyen. Ez egy ilyen babonám van. Régen még volt egy meccsoknim, de azt már nagyon csapágyasra járattam, ott azt már nem lehetett megjavítani, anyukám pár szó megvarta még, de ez ilyen 16 éves koromtól kezdve, hát 24 éves koromig az minden meccsemen ott volt rajtam, úgyhogy az volt még egy babona, de most már csak ez van. Amit még szoktam csinálni, az a mateteo, amit szoktam készíteni magamnak, de az se akkora rendszerességgel már, mint például tavaly. Tavaly volt, hogy egy meccsnapon ittem reggel egy mateteát, aztán ott a pont Szegeden játszottunk, és ott kicsit úgy éreztem, hogy koffein az egy túlment a testembe. Elég hevesen vett a szívem, úgyhogy ezt azóta kicsit visszafogottabban iszom. Ez tényleg erős, de azt szoktam még csinálni, otthon van készletem. És hogyha épp kedvem van, akkor szoktam inni abból. Holnapi mérkőzésre készülünk, megyünk Pécsre idegenbe, úgyhogy ilyenkor reggelente van egy 20 perc dobás, 20 perc nyújtás, nagyjából ez szokott lenni. Megbeszéljük a dolgokat, és akkor este van egy videó, meg egy csapatedzés. Ez szokott menni, úgyhogy most épp ide jövünk az arénába. Most végeztünk a reggeli edzéssel, meg volt a dobás, meg a nyújtás, fel leszűröttem, most pedig megyünk ebédelni, nap egyik legfontosabb része, úgyhogy most az következik. Sportoló élet, ez nem túl változatos, néha már unalmas. Hát nekem a kosárlabda az úgy kezdődött, hogy ugye van két idősebb testvérem, akik miatt én elkezdtem kosarazni még. Pontosabban a legidősebb testvéremnek az általános iskolás osztályfőnöke volt kosárlabdaedző, Báthori Maddi néni, és a testvéremet ő hívta le edzésre, és akkor elkezdett kosárlabdázni, akkor a másik testvérem, Máté is elkezdett kosárlabdázni, és akkor természetesen én is azt akartam csinálni, amit ők. Úgyhogy kosárlabda az így jött nekem. Én előtt focizni már fociztam. Még viszonylag korán kezdtem a kosarat, és 4 évesen, focit már 3 évesen. De olyan 10-11 lehet, amikor úgy mondták szüleim, hogy akkor most már döntsem el, hogy melyiket szeretném csinálni. Azért sok volt úgy, hogy iskola, meg két edzés délutánonként, úgyhogy aztán igazából Baján kosaraztam is egészen 15 éves koromig, amikor akkor indult a Rád Géber Akadémia. Úgyhogy én a gimit is ott csináltam Pécsen, 3 évig voltam ott az utolsó évben, mert akkor én már elmentem Németországba, és hát szerencsém volt, mert a Nagy Zoltán Németországban dolgozott az Ulm csapatánál, és rajta keresztül tudtam elmenni egy próbajátékra még 2015 nyarán Németországba. Úgyhogy talán júliusban voltam próbajátékon, egy négy napos próbajáték volt, ott jól teljesítettem, és visszahívtak, hogy szeretnének leigazolni. Úgyhogy egy évre akkor ki is szerződtem, de ott azért nagyobb szerepem volt, jól is teljesítettünk, harmadikak lettünk a szezon végén. Mellette megcsináltam az érettségit, az érdekes volt, mert ugye magántanulóként készültem fel, akkor januárban visszamentem vizsgázni.
megcsinálni a fél évi vizsgákat. Azok sikeresek lettem, akkor mentem vissza Németországba, és az érettségére meg úgy jöttem, hogy vasárnap volt meccsünk Münchenbe, az U19-es csapattal a négybejutásért, és nyertünk, meg repülőre ültem, és jöttem haza, mert hétfőn ugye már reggel kellett mennem érettségizni. Hát hajnali háromra értem Pécsre talán. Aztán hétre meg már mentem be az iskolába, ugye magyarra kezdtünk, hát kicsit álmoskás voltam, de sikeresen vettem őket. Hobbinak igazából PlayStation-ozni szoktam, abból viszont a kosaras játékot, az NBA-t nem szeretem, úgyhogy megvan az is, de ritkán játszok vele, mert fölidegesít legtöbbször. Úgyhogy FIFA-zni szoktam, GTA-zni, Call of Duty-zni, Forma 1-ezni. Elég sokat. Azért régebben többet játszottam, most már kevesebbet, ahogy idősödök. Most a FIFA van előtérő, most azzal játszok. Azon kívül igazából kártyajátékok szoktak még lenni, hogyha van társaság. Van egy Holland Kocsma nevezetű játék, amit még Pécsen a barátaim mutattak nekem. Azt nagyon szoktuk élvezni. Illetve egy új hobbinak mondható, amihez úgy most így megjött a kedvem. Az most karácsonyra kaptam egy bakelit lejátszót, igazából, ami ilyen kis bőrönnek néz ki. Illetve kaptam két albumot is. Az egyik, ez egy komolyabb, a Queens, vagyis hát a Queen, bocsánat, a Queen. Ezen van egy mennyi? 9 szám. Illetve a testvéremtől megkaptam a nagy Fradi lemezt. Úgyhogy ezen is vannak jó kis dalok, mert a család egyébként, vagyis hát én és a testvérem Fradi szurkolók vagyunk. Hogyha időnk teheti, akkor szoktunk menni meccsekre is. Most még emlékbe elhoztam az idei szezonból BL labdát. Ezeket szeretem így elrakni emlékbe, ugye ezek is megvannak, el vannak téve, illetve a sárgát azt adtam egy szurkoló srácnak. Nézni? Hát a kedvenc sorozatom a Mafiózók, Sopranos, illetve foci meccseket, sőt utánpótlásban egy bajnokságot nyertem igazából egy harmad osztályt Németországba. Azon kívül én még nem nyertem, ezt szeretném pótolni minél hamarabb, úgyhogy remélem, hogy idén össze. Aztán milyen szerepem lesz, azt még nem tudom. Azért ez még fiatal vagyok, tavaly megcsináltam egy edzőit, de azt viszont nem gondolom, hogy edző szeretnék lenni. Tehát volt nekem, vagyis hát még mindig megvan, csak most már otthon van Baján, álmos nevezetű magyar vizslám, mert tényleg most így azért nehéz összeegyeztetni, hogy sokat is utaztunk, tehát nem bírtam volna vele annyit foglalkozni, és szerencsére anyukám átvállalta ezt a felelősséget. Hát én azért járok ide Balmónába, mert szerintem itt a legfinomabb a kávé. Nulladik miatt 5 évet jártam a gimnáziumba, nem azért megbuktam, hanem nulladik miatt. Kit szeretek legjobban a világon? Hát a családomat szeretem a legjobban a világon igazából. Egyet nem tudnék kiemelni. Nem is szeretnék. Három kívánság, az a baj, hogy ezen tényleg sokat gondolkodtam, és szerintem nincsen nekem három kívánságom. Három kívánság, az egyik az lenne, hogy legyen egészséges a családom. Tehát nem érzem azt, hogy lenne bármi, amivel hiányom lenne. Megnyerném a lottót, egyből raknám fel duplázóra. Hát ingatlanba fektetnék, szerintem. Hát próbálnék jó bizniszeket kötni. Kellene sportolom, kosárlabda Kobe Bryant volt gyerekként. A fociba a Messi-t őt igazából csak így, hát nem azt, hogy szeretem, de csodáltam, hogy mire képes a pályán. Kedvenc színész. Ha egyet kéne mondanom, akkor talán Brad Pittet mondanám, hogy neki a filmjét szeretem. Aki a Tróját, gyerekként láttam a Tróját, az nagyon-nagyon szerettem a Tróját, ezt bármikor meg tudnám nézni. Kedvenc konyha, hát az magyar meg az olasz, talán. Én olyan mindenevő vagyok. Egy van, amit nem tudok megenni, az a káposztás tészta. Azt valamilyen, tehát ha meglátom, már kiráz a hideg tőle. Mondom, én azt szeretem, amikor otthon anyukám főz nekem, az a legjobb. Tehát olyan sehol mások. Nem tudom, nyaralni Görögországba, Olaszországba szeretek leginkább, ez a kettő. Talán Costa Ricára mennék el, mert a Németországban volt csapattársam, aki volt, és azt mondta, hogy ha oda egyszer el tudok menni, akkor mindenféleképpen menjek, mert az ő nagyon jól érezte magát. Úgyhogy. Érdekes, mert még a nyáron voltam, Skype-on bejelentkeztem egy volt edzőmnek a táborába, Dombóvári edző, és ott mutattak a gyerekeknek egy olyan videót, hogy még az úszás elbén bedobtam félpályáról, palánktól. Hát és most megint sikerült igazából még messzebbről.
óriási szerencsével, hogy rápattunk a gyűrű és onnan be. Az angolban is van egy mondás, ez a kosárlabdában is igaz szerintem, ez a never too high, never too low. Ez ugye van egy jó meccset, sose menj az egekbe, hanem igazából próbálj meg a földön maradni, hogyha van egy rosszabb meccsed, akkor meg igazából nem kell eltemetni magad, mert van ilyen. Tehát én ez alapján próbálom ugye a kosárlabdámat is, hogy never too high, never too low. We can't go hard by any means necessary. Yeah, I be in the Chevy swerving so tight. And I don't give a damn. Megjöttünk a második edzésre. Videózunk egyet Pécsből, aztán egy csapatedzés. És utána haza, a holnap reggel 9-kor indulunk Pécsre. I be in the Chevy swerving so tight. And I don't give a damn if you don't. Meg volt a videó. Leszkáutoltuk a Pécset még jobban, egy kicsit megnéztük a játékaikat, most pedig gyakoroljuk őket az edzésen. Felkészülünk. Fölveszik egy kidobja be. Egy fog nekem. Múgy én is azzal dobtam, amit a készítettem. Így jó. Meg vagyunk. Cili nyerte a félpályást. 2000-re lehúzott mindenkit. Majd legközelebb a következő meccset meg vissza lehet szerezni. Most pedig megyek haza. Regenerálok, pihenek, készülök a holnapi meccsre. Hazajövök edzés után. Fárasztó nap volt, akkor megvacsorázok, ledülök ide a kanapéra. Beteszek valami filmet a tévén, sorozatot, aztán megyek is aludni igazából. Nagyjából így néz ki egy napom, örülök, hogy velem tartottatok. Nem mondom, hogy a legizgalmasabb élet a sportolói, de nagyjából így telik, hogyha egy ilyen pályára vágytok. Erre számítsatok, úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy megnézted a videót.